Hatalmas mosolyt csalt a kislány arcára, az óriási kék labda azonnal el is gurítja. Őt pedig inkább ez a fura zöld ösvény érdekli, az egyensúlyát is fejleszti ezzel a sétával. Speciális játékok, torna, konduktor és gyógypedagógus a bölcsödék mindennapjaiba pillanthattak be az érdeklődők a hétvégi Bölcsöde Expón. A ringató foglalkozásra sokan voltak kíváncsiak, köztük a 20 hónapos Botond és édesanyja is. Azért jöttem velem a kisfiamban, mert szeptemberben kezdi a bölcsödét, és kíváncsiak vagyunk a Bölcsöde programjára, illetve hogy mivel találkozhatunk ott, mi lesz újdonság, és ezért jöttünk ki, illetve a ringató foglalkozás, amit nagyon szeret a kisfiam, úgyhogy emiatt is. Szakemberek tartottak előadást a szülőknek, a tematikus beszélgetősarkokban pedig négy szem közt is lehetett kérdezni. Legtöbben az alvási és étkezési nehézségekről, a szobatisztaságról és a fejlődési folyamatról érdeklődtek. Egy olyan segítő folyamatot szeretnénk bemutatni, amiben megérthetik, hogy a bölcsöde már nem a régi rendszerből, csak a gyermek megőrzés és az egészségügyi része, hogy tisztába tesszük a gyerekeket és vigyázunk rájuk, amíg a szülő értenem jön, tehát nem csak erről szól, hanem egy jóval összetettebb, holisztikusabb látásmódot képviselő intézményrendszerről van szó, ahol szakképzett kisgyermeknevelő pedagógusok segítik, támogatják a gyerekek fejlődését. Egyre többen veszik igénybe a bölcsödei szolgáltatást, mert sok édesanyja megy visszadolgozni a gyermeke 2 éves kora előtt. Az önkormányzat igyekszik kiszolgálni a megnövekedett igényeket, erről is beszélt köszöntőjében az alpolgármester. Lehetőségeinkhez képest megpróbáljuk a legtöbbet tenni a legkisebbekért Szombathelyen. Ennek keretében egyrészt már átadásra került egy új bölcsöde ugye a kórház mellett 48 férőhelyel, és már épül Szentkirályon a következő bölcsöde, ahol egyébként 40 férőhelyet tudunk biztosítani a legkisebbeknek, az 2024. szeptemberében lesz meg a tervek szerint. Jelenleg 12 szabad hely van a szombathelyi bölcsödékben.